útfejlesztés, elkezdődnek a Széchenyi utca felújításának előkészítő munkálatai. 5 milliárdos program, 3 utcában kezdődik hamarosan aszfaltozás. Kék séta, az autizmus világnap alkalmával a Kossuth téren gyűltek össze a betegségben érintettek és gondozóik. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Ma kedden elkezdődnek a Széchenyi utca felújításának előkészítő munkálatai, mellyel egy újabb nagyszabású fejlesztés sorozat indul el, hiszen a közeli jövőben a Szarvas és a Szent István utca is sorra kerül, jelentette be közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, fontos tudni, hogy ez egy olyan konkrét projekt új eleme, aminek a részeként korábban megújult a Debreceni út, a Vasvári Pál utca és a Bethlen Gábor utca jelentős része, valamint a Blaha Lujza sétány. A jó gazdálkodás következtében maradványösszeg keletkezett, ennek felhasználásával tudják most megoldani a Széchenyi utca felújítását. Mint a Facebook posztban részletezte, a beruházás a Szarvas utca és a Nagykörút közötti szakaszt érinti, s a kivitelezőtől kapott tájékoztatás szerint a Szarvas utca felüli bontásokkal és az idéglenes busz megálló kialakításával kezdenek. Az érintett szakaszon a burkolat felújításán kívül megújul 4 autóbuszból, megtörténik a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, illetve akadálymentesítése is. A gyalogosok részére kijelölt gyalogos átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére biztonságos kerékpáros átvezetések létesülnek több helyen. A forgalom biztonság érdekében a Széchenyi utca, Szabolcs utca, Deák Ferenc utca kereszteződésében, illetve az Rényilona gimnáziumot követő gyalogátkelőhelynél szűkítik az úttestet, a gimnáziumi gyalogátkelőhelynél pedig szívkrocz okos zebra létesül. A beruházás során megvalósul a parkolóhely és a zöld felület rekonstrukciója. A fejlesztés során mintegy 785 méter hosszan újul meg az útburkolat, valamint, ahogy azt már megszokhatták a hasonló jellegű beruházásoknál, 350 méter hosszan létesül bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény. A kapubejárók meglévő burkolatát a szükséges helyeken elbontják, helyette aszfaltburkolatot alakítanak ki. A kivitelezés várható befejezésre 2022. október közepe. Ez idő alatt forgalomkorlátozásokra lehet számítani. A munkálatok ideje alatt kérjük az ott lakók és az arra közlekedők fokozott figyelmét, türelmét és megértését, zárt a közösségi média bejegyzését dr. Kovács Ferenc polgármester. A Széchenyi utca mellett a pályázat keretében 2 nagyon jelentős útszakasz teljes felújítása valósul meg. A Szent István utca felújítása az András utca és a Nagykörút közötti szakaszon, valamint a Szarvas utca felújítása a Széchenyi utca és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon. A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 1100 méter hosszan újul meg az útburkolat, valamint 1400 méter hosszan létesül bel- és csapadék vízvédelmi létesítmény. Ezeket március végén dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere, valamint dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző Nyíregyháza országgyűlési képviselői közös sajtótájékoztatón jelentették be. A Szent István utcán a burkolat felújítás mellett megtörténik a Nádor utca csomópontjában lévő mini körforgalom és a Forgó utcai csomópont átépítése is. Megújulnak a járdák és a gyalog kerékpárutak, megvalósul a meglévő parkolók szabványosítása. A Béla utcai csomópontban Safe Cross okos zebra gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A kivitelezés várható befejezése 2022. augusztusa. A Szarvas utcán az útburkolat felújítása mellett megújul a 155 darab meglévő parkolóhely, átépítik az autóbusz megállókat, megújulnak a gyalogos átkelő helyek és a járdaburkolatok. A Kereszt utcai kereszteződésben okos zebra létesül, megvalósul a geometriai korrekciója a Szarvas utca országzászlótér jelzőlámpás csomópontnak, a kivitelezés pedig várhatóan 2022. októberére készül el. A belügyminisztérium határozata alapján Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzata a kormányzati támogatást teljes egészében útfejlesztésre fordítja. Ennek köszönhetően 2021-ben 9 városrészt érintően 18 utcában épült aszfaltos út. Az 5 milliárdos útfejlesztési program következő ütemeiben 2022-ben további 27 utcában kezdődhet meg az útépítés. Ezek közül sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként már 3 utcában, Felső Pázsiton, a Sátor utcában, valamint Kisteleki szőlőben a Megyfa és Gömb utcákban épülhet meg hamarosan a szilárd burkolatú aszfaltos út.
A három utcában összesen több mint 2,7 km hosszan valósulhat meg a fejlesztés. Az önkormányzat további, már kész tervekkel rendelkező utca kivitelezésére tervez közbeszerzési eljárást indítani a közeljövőben, mindemellett az önkormányzat további 20 lakóutca tervezésére írt ki közbeszerzési eljárást és kötött szerződést 2021. októberében. Az utóbbiak kivitelezésére a kész tervek alapján 2022 tavaszán indulhat meg a közbeszerzési eljárás. Az új évfolyész és a nyíregyházi önkormányzat szervezte az úgynevezett kék sétát hétfőn délután, mely alkalom esztendők óta az autizmussal élőkkel való szolidaritás jelképe. Az értelmi fogyatékosok helyi szervezete mellett az önkormányzat képviselője is beszámolt azokról a lépésekről, melyek a spektrumzavarral élők fejlődését, gondozását támogatják. Beszélhetünk a fogyatékosságügyi tanácsról, a Kékszirom lakóotthonról, vagy az Őz utcán nyílt nappali foglalkozásról, akár az önálló életviteli centrumról. Többféle megközelítése van az autizmus kezelésének, más elképzelések vannak a betegség diagnózisa és oka körül. Egy biztos paradigmaváltást emlegetnek az autista szervezetek. Megjelennek nem csak nyugat-európai, hanem tengeren túli szakemberek, akár Nyíregyházán is. Lényeges javulást a korai fejlesztés jelent, melyet egy-két éves korban kell szakemberrel együttműködve elkezdeni. Az a helyzet, hogy most már sokra fejlődött az autizmussal való foglalkozás, nagyon sokat fejlődött, nagyon magas szintre jutott el szakmailag, de mégsem terjedt el úgy, ahogy kellene. Az emberek mégse ismerik az autistákat. És a szülők is nagyon nehezen jutnak el odáig, hogy elmenjenek valakihez, forduljanak, amikor született egy gyerekük, és fölmerül a probléma. Hiszen a védőnök tudják már, ők nagyon sok mindent tudnak, már tanulnak, és biztos, hogy fel is világosítják őket. De mégis az a legnagyobb probléma, hogy a szülő nem indul el sokszor, nagyon későn, már iskoláskorban, és a gyerekeknek az értelmi képességei nehezebben fejlődik. A külföldi gyakorlat szerint szoros együttműködésben kell dolgozzon a család az óvodai, iskolai szakemberekkel, ennek hiányában megvonhatják a szociális ellátást is. Az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete a Búzatér 20 szám alatt működő önálló életviteli centrumban fogadja a jogi, munkaügyi, családi kérdésekkel hozzájuk fordulókat. Itt tájékozódhatnak az autistáknak kifejlesztett applikációról, mely jelképekkel, ábrákkal segíti használóját. Az önkormányzat két síkon kell, hogy segítsen. Az egyik a civil szervezetnek a támogatása. Nem véletlenül alapítottuk meg a fogyatékossági tanácsot, és igyekszünk egyfajta koordinációt ellátni. Nekünk minden civil szervezettel és minden önkéntes szervezettel együtt kell működni, és együtt is működünk, azért, hogy segítsük az autistákat, egyáltalán a fogyatékkal élőket. Ez az informális része, az önként vállalt része a dolognak, de hát az önkormányzatnak van egy hivatalos, kötelező feladata, amelynek azt gondolom, hogy az alján, az alapjain a védőnői hálózat helyezkedik el, hiszen a korai felismerés, a korai fejlesztés az minden betegségnél és minden részképességzavarnál nagyon fontos, és erre épül rá az óvodai nevelésben és az iskolai nevelésben a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a nevelése. Több mint 80 gyerekkel foglalkoznak az önkormányzat óvodáiban speciális csoportokban. Ismert ezen a területen a kereszt és a Búza utcai intézmény. Önként vállalt és kötelező feladat is az önkormányzat számára a fiatal felnőttekről való gondoskodás. Lehetőség van erre a Kékszirom lakóotthonban, melyet az évelején vett át Nyíregyháza városa. A bentlakásos lehetőség mellett megnyílt az Őz utcai nappali ellátócentrum is, mely szintén a Szociális Gondozási Központ intézménye. Mindezek munkáját és mindenféle hátránnyal élő ember támogatását a Nyíregyházi Fogyatékosságügyi Tanács koordinálja. Idén is biztosítanak balkonföldet a lakótelepi társasházi övezetekben élő nyíregyháziaknak. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. A Kereszt utcán megkezdődött a gázvezeték kiépítése, melyet forgalomkorlátozás mellett végeznek. Az útszakaszon a jobb oldalban a munkálatok idejére megállási tilalom van érvényben. Ezzel egy időben a Csipke utcában is forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők.
Albert Lengábor utcán történt baleset hétfőn, a két autós nem tudott megegyezni a felelősség kérdésében, ezért a helyszínen rendőrök intézkedtek. A nyírségvíz az északi körúton forgalomkorlátozás mellett csatornamosási munkálatokat végzett, a rendszerbe bekerült törmeléket távolították el, amellyel várhatóan szerdán végeznek majd. Szénmonoxid mérgezéshez riasztották a katasztrófa védőket Nyíregyházán a Mező utcára, a mentőket is értesítették, akik a sérültet a kórházba szállították. A Nyírvévé Nonprofit Kft. 2022-ben is balkonföldet biztosít Nyíregyháza lakóinak, melyen még szebbé tehetik közvetlen környezetüket. A társaság munkatársai a hét második felében megkezdik a balkonföld kihelyezését Nyíregyháza 73 helyszínén. Balkonföldet szállítanak ki társasházi lakóvezetekbe, helyszínenként 0,5 és 4 köbméter közötti mennyiségben, összesen 125,5 köbmétert. Az akció célja, hogy a komposzt termőföld keveréket virágok átültetéséhez, balkonládák növényesítéséhez, ültetéshez használhassák fel a városlakók. A helyi lakók már elkezdték felhasználni a balkonföldet itt a Garibaldi utcánál. A kihelyezett mennyiségből bárki vehet magához. A cél, hogy még virágosabbak legyenek az erkélyek, teraszok, függő folyosók és ablakok, ezáltal pedig még szebbé és zöldebb legyen Nyíregyháza. A Nyírvévé Nonprofit Kft.-nek ez egy több éve futó projektje már. A tavaszhoz közeledve ugye számos akciót hirdetünk meg. Az egyik ilyen a balkonföld akció. Ezt lakótelepeken, társasházas övezetekben, a városban 73 helyszínen helyezünk ki, összesen 125,5 köbméter balkonföldet, amit a lakók nyilván arra tudnak használni, hogy az erkélyen 1-2-3 virágládába friss földet tudjanak vinni, és nyilván ezzel is szebbé tegyék a környezetüket. Január-februárban zajlott le a Szomszéd fűje mindig zöldebb akciónk, ez ugye főleg családi házas övezetekben élőket céloztunk meg azzal, hogy földet és fűmagot igényelhetnek, 1 köbméter földet, illetve 1 kiló fűmagot. Ennek a kiosztása már a múlt héten le is zajlott. Volt Ültess egy fát a Honlapért című akciónk, ahol fákat, cseréket lehetett igényelni szintén az ingatlanok előtti közterületre. Ennek a pályáztatás, illetve bírálata már lezajlott, április vége felé fogjuk a növényeket kiosztani. Dicső Péter hozzátette, minden évben többen is kapnak térítésmentesen járdalapot és kavicsot ahhoz, hogy kerítésük előtt járdát építsenek. Az igénylők száma évről évre 150 fölött van, most is bárki élhet a lehetőséggel időkorlátozás nélkül. Azonban fontos megjegyezni, hogy csak azoknak adják a járdalapot és a szükséges ajzatot, akiknél az újonnan elhelyezett járdalapok kapcsolódnak egy már meglévő járdaszakaszhoz. Készül a DVTK elleni találkozóra a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdások 12-én lépnek először pályára. A csapat a háború elől menekülő ukrán játékosoknak is segít. Alaposan megdolgoztatta a Fátum Nyíregyháza keretének tagjait a napokban Sasa Nedeljkovic. A bajnoki szünetet kihasználva erősítő edzéseket is tartanak a játékosoknak, április 12-én pedig kezdődik a párharc a Diósgyőr ellen. A profi sportemberek vagyunk, akkor nem csak a sikert kell elviselni, hanem a kudarcot is. Bízom benne, hogy a lányok helyre tudták tenni azt, hogy ez a szezon ez valóban nem úgy sikerült, ahogy vártuk. Kár lenne tagadni, hogy minden fronton kudarcot vallott a gárda minden téren, viszont ahhoz, hogy ebből kihozzuk a mostani maximumot, ahhoz el kell érni az ötödik helyet, hiszen ebből a bajnokságból még hátra van 3-4-5-6 meccs, éppen mennyi, úgyhogy én azt gondolom, hogy emelt fővel kell befejezni ezt a szezont, és minél jobb eredményt elérni, hiszen ezt érdemli a közönség, ezt érdemli minden nyíregyházi sportszerető ember. Közben a klub vezetése igyekszik a háború elől menekülő ukrán sportolóknak is segíteni. Két röplabdás érkezett Magyarországra, akiknek a Nyíregyházi Egyetem szállást és étkezést, a Fátum Nyíregyháza pedig edzés lehetőséget biztosít. A hétvége folyamán érkezett két lány Kelet-Ukrajnából, gyakorlatilag a háború elől menekülve, ők az ukrán szuperligában játszottak komoly szinten. Két fiatal lányról van még szó, tehetséges fiatal lányról. Minden segítséget megadunk nekik a Nyíregyházi Egyetemmel karöltve, és kvázi befogadtuk őket, illetve edzéseinken is részt vesznek. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én most azt gondolom, hogy a jó szándék, a segítő szándék a legfontosabb. Aztán, hogy ebből mi sül ki, az már szinte másodlagos, de befogadták a lányok, és minden segítséget megadunk nekik a továbbiakban is.
Viktória Nikolájcsuk 22 éves libero, többszörös felnőtt és korosztályos válogatott, fiatal kora ellenére komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, az ukrán bajnokságban idén posztján a második legjobb volt. Xenia Puhács 24 éves center, ő is a Zaporizsja játékosa volt, és tavaly a harmadik helyen végeztek a bajnokságban. Mindkét játékos nagyon hálás, hogy a Nyíregyháza segítséget nyújtott nekik. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer, röviden. Elkezdődtek a Széchenyi utca felújításának előkészítő munkálatai, mellyel egy újabb nagyszabású fejlesztés sorozat indul el, hiszen a közeli jövőben a Szarvas és a Szent István utca is sorra kerül, jelentette be közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, fontos tudni, hogy ez egy olyan konkrét projekt új eleme, aminek a részeként korábban megújult a Debreceni út, a Vasvári Pál utca és a Bethlen Gábor utca jelentős része, valamint a Blaha Lujza sétány. A belügyminisztérium határozata alapján Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a kormányzati támogatás teljes egészében útfejlesztésre fordítja. Az útfejlesztési program következő ütemeiben 2022-ben további 27 utcában kezdődhet meg az útépítés. Az új évfújész és a nyíregyházi önkormányzat szervezte az úgynevezett kék sétát hétfőn délután, mely alkalom esztendők óta az autizmussal élőkkel való szolidaritás jelképe. Az értelmi fogyatékosok helyi szervezete mellett az önkormányzat képviselője is beszámolt azokról a lépésekről, melyek a spektrumzavarral élők fejlődését, gondozását támogatják. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!